A Bajcsi Zsilinszky úton már felbontották a járdát, a régi helyet térkővel rakják le a területet, valamint új parkolóhelyeket is építenek. Jövő héten kezdődik a tanév, éppen ezért kiemelten fontos az iskolák biztonsága. Az elmúlt időszakban nagyon komoly gondot jelentett, hogy itt a négyes iskola, illetve a szakközépiskola környékén reggelente a parkolás mindig problémát okozott, és most ezt próbáljuk úgy megoldani, hogy a négyes iskola mellett a Bajcsi Zsilinszky úton parkolóhelyeket fogunk kialakítani, és így remélhetőleg a reggeli zsúfoltság, illetve az a keszekusza forgalmi helyzet, amely jellemezte ezelőtt ezt a utcarészt, az meg fog szűnni, és enyhülni fog. A megnövekedett forgalomra pedig felkészült a város. Ahol megkopott a zebra, ott újra festették, illetve az iskola kezdésnél az intézményeknél közterületfelügyelők segítik majd az átkelést. Hát az iskola kezdés az mindig kihívás. Úgy gondolom, kihívás a gyerekeknek, kihívás a szülőknek, és kihívás a városnak is, hiszen egyszerre nagyon sokan fognak eljutni, és szeretnének eljutni egy-egy adott pontra. Nekünk nagyon fontos az, hogy a közlekedés az biztonságos legyen, így az iskolák környékén átvizsgáltuk a gyalogátkelő helyek állapotát, és felújítottuk az zebrákat elsőként. És ehhez kapcsolódik az, hogy amikor elindul az iskola szezon, akkor a közterületfelügyelők is megerősített szolgálatot fognak teljesíteni, és hogy szükség van beavatkozásod, természetesen ezt megteszik. Ebben az időszakban a rendőrség is kéri, hogy az autósok fokozott körültekintéssel közlekedjenek az utakon.